Úristen! Jézusom! Clock Wizard Games. Nincs mozgási elmosódás bekapcsolva, de azért... Azért úgy me... Úristen, de laggol. Vagy akkor csinálok... Mi az Isten van ezzel a macskával? Úgy nyávog. Mi van? Jó van. Na akkor csinálok izét. Gémet. Kész. Kész a szerber. Várj, és akkor mondanom kell a izét, a kódot. 8E. Hozzáadom a keresztet. Szia. Az igen. Ez komoly. Miért vagy kopasz? Annyi kérdés. Ja, értem, értem. Értem. Jó van, akkor az lesz, hogy... Na, melyiket szeretnéd? Bedlam, Deadwood House, Farmhouse vagy Haunted School? Szerintem a school az egy nagy pálya. A Bedlam is szerintem egy nagy pálya, úgy tűnik, mint valami egyetemnek tűnik. Jó. Úristen. Tudod, hogy néz ki az első pálya? Amúgy igen, olyan, mint a Haunted House. Öh, kifagy. Na, azt mondja, hogy a szel... Mi? Amúgy igen, itt tök jó. Ja. Na, azt mondja, a szellem neve Catherine Chang. Chang. Chang, bocsánat. Chang. Ó. Oh. Ugyanaz a hang, mint a izé. Kuroszaván. Amúgy igen. Ja, azért sincs FPS-em. Még akkor is reagálni fog, hogyha melletted van valaki. Akkor már most nem fogjuk megcsinálni azért az Exorcistát. Jó, hát akkor vegyünk befele. EMF. Amúgy jobban, jól látom, hogy amúgy színesebb a játék. Ja, azért sincs FPS-em. Hoppá, az a voice chat, szia. Aha, úgy picit hallok. Picit? Aha. Picit hallasz, jó van akkor. Szia, várjál. Szia, 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 szia. Szia. De ekkor ez a ház, bazzeg, hát jaj. Nem tudom, de én most lehúztam lovra a grafikát. Lovra. Lovra. De komoly. Komoly házak vannak itt. Nem tudom. Oh. Köszi. Hűtő. Hát ja. Ezt visszabecsukom. Ha! Anyád! Ah! Vásd meg! Anyád! Jó, de nem itt van. Ez csak szerintem izé volt. Jaj. Nem kérdezem meg tőle, hogy hol van, mert úgyse tudjuk. Igen, itt nagy, ment a nagy matematika Albert Einsteinnel az élen. Ah, ez egy feltalálás. Oké, itt el lehet bújni. Sok helyen amúgy el lehet bújni. Nagyon fontos, hogyha a legközelebb támad a szellem, akkor eldobjuk magunktól a... izét, minden elektromos cuccot. Tehát dobjál magadtól mindent, mert... Nem tudom. Mondjuk ezt a pályát, ezt már most így hirtelen beugrott, ezt régebben láttam videóból, de... Most így nem tudom, hogy amúgy... Kicsit tanácstalan vagyok, hogy hol lehet a szellem. De várja, ez a kijárat. Hát itt jöttünk be. De várja, itt volt egy ajtó, ezt megnéztük. Hopp, kettő! De itt a folyosón van. De hát folyosón érzékeltem az aktivitást. Öt! Aha. Aha. Itt ötös. Hallottam valami dobálást is amúgy. Szerintem itt lesz. Aha. Jó, megvan, itt van. Folyton öt volt, jól van. Ektoplazma. Nézzük. Nem tudom, az, hogy itt ilyen por repked, azt gondolom...
Anyád a Vortiguan földön mászik, nem igaz. Nekem nem a földön. Nekem a földön mászik. Oh. Van új lenyomat? Amúgy ektoplazmát se látok. Öt. Oh, oh! Leborította az IMF-et. Vazög. Lehet, hogy ESG lesz amúgy. Mert elmef, hogy nincsen, hozzunk, vagy izé, ektoplazma nincsen, úgyhogy hozzunk be izét. Több cucc. Várj, itt lekapcsolom a lámpát, hogy nehogy a... lebassza a biztosítékot. Amúgy nem rossz ez a pálya. Ja, olyan, mint az a Berdőfra. Igen. Csak ja. Ez amúgy fú jó, csak ha lenne FPS-em, annak még jobban örülnék. Tehát nagyon laggos. Tehát full lovon van a játék, és... ja. Na úgyis mindenkinek válaszol. Várjál, elmeffet benhagytam egy keresztet azért viszek be. Te tudsz bele bevinni valamit? Hát csak akkor, hogy hoznék, hogyha... De hát lekapcsolta a vill... ektoplazmát nem láttam. Szóval... nem hiszem, hogy... ja, mit tudod? Na, az jó. Hopp, megjelent! Megjelent! Hú, várjál! Azt a kúj, Jézus, várjál, normálisak vagytok! Nem tudom! Ott jön, ott jön, ott jön, ott jön! Ott jön, Jézusom, a földön mászik, bazd meg! Nálam itt csápol! Nem tudom, szerintem a zsákutca! Azt a... Jézusom! Ez nagyon gyors! Még mindig jön? Szerintem nem hántol. Mondjuk még hallom a hangot, szóval... szerintem inkább hánt közben az legyen inkább a kezedbe. Hú. Ez hamar megjön. Aha. Az a gond, hogy itt nem vagyok annyira... jártas a dolgokban, szóval... nem tudom, hogy melyik szellem mit tud. Hát most annyiban van IMF föld, meg most van a festmény. Igen. Onryo Mare Yokai. Hát a Mare az olyan, hogy a... nem a sötétben aktívabb. Várja. Körül... nem, azt írta, hogy körülményes észlelni, ha van valaki a közelben, nem akar vadászni. Hát akkor biztos, hogy nem Mare. Akkor fix nem Mare. On... az nem gyertyával kapcsolatos szellem? Vagy a faszbóval keverem? Ú, ez ilyen szerelmes szellem. Várja, még a másik mi volt a... Yokai. Yokai az 6 és... várjál, 6, 8 és 10-12 óra között nagyon aktív lesz. 8-10 óra között legalább egyszer vadászik. Azért kell az az óra a shopból! Bazz! Igen, mert régebben a Yokairól nem volt izé. Meg a Guipóról se... várjál, a Guipónak megváltozott a izé a leírása. Kim vagyok? A bejáratban voltam. Ja, itt vagyok, szia. 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 Nem nyom folyamatosan, mert 3D látást kaptam. Ja, várjál, Spirit Boxot meg se próbáltuk. Hát azt csinálom. Ja, jó. Beszél. Ó. Oh. Oh. Akkor viszont megvan mindhárom. Akkor ez egy... mi ez? Akkor... várjál, elme főt festővászon és... ja, ja, várjál. Ez egy Yokai. Na. Ez tök jó. Mehetünk is. Elővettem a keresztet. Várjál, nézzük meg a napi küldetéseket, hogy mit kér a... és akkor az alapján fogunk menni. Menj kórházba. Az első napi küldetés, menj a kórházba. Akkor mennünk kell kórházba. Ki írja, hogy menjél kórházba, érti? Szlícsemör. Mi van?
Ja, itt a zsebóra, 500. Akkor megveszek, veszek egy zsebórát akkor. 4 darab zsebórát lehet hozni, akkor hozunk egyet. De vegyél egy gyertyát. A 600 dollár. Ja. Szerintem a ruházatot most hagyjuk egyelőre. Úgyis meg, hogyha meghalsz, akkor elveszted. Igen. Amúgy igen. Amúgy igen. 600-at gyertya és 500-at kapsz a küldibe. Aha. Amúgy az jó szar. Na. Ja. Ja. Igaz. Jó, akkor szokásos EMF, ektoplazma és zseblámpa. Csak akkor válaszol egyedül vagy, hát ez biztető. Keresd meg a hiányzó puzzle darabot, hogy oldja meg a rejtvényt a cellák közelébe. Ne, ez egy prison. Ne. Ne. Hát ennek legalább van két emelete. Outlast. De hogyha már van kórház, akkor minek elmegy úgy. Ú, de para ez a szoborod kint. Figyelj, szerintem menjünk végig a folyosókon, aztán valahol csak be... izél, érted? Szerintem fölösleges belemenni szobá... Ó, itt a voodoo baba. Ó, itt egy ilyen matematikázó szoba. Na, itt vannak a cellák. Én is nagyon remélem. Ez a biztosító, nem? Jaj, ez magam fel. Jó. Mi van? Mi van? Mi a fasz? Jézusom. Ez a demonologist amúgy tényleg beteg amúgy. Aki ezt a játékot kitalálta, az... Ez nem tudom, mit érezzettem úgy. Akkor lehet, hogy a közelben van. Hopp, om. Ó, 4. Itt ben. Ó, de jó. Viszont csak izé van. Viszont csak 4-es. Ó, de beszédes vagy. Nagy szerencsénk volt, hogy itt van, bazeg. Nekem nem lett volna kedve izéket bászni. Jó, elvileg nincs fingerprints. Félek, hogy ebből a kéményből milyen jumpscare-t kaphatunk. Valahogy úgy. Na, ezt mondtam! Azt a rohadt. Ó, itt szét van... Mennyi krubli van itt? Szerintem tedd ide az ajtó elé. 4-es. Csak. Nincsen ektoplazma. Jó, szerintem akkor ezt hagyjuk. Akkor... Ó! Oh! Pont le akartam tenni. Hozunk be több cuccot. Ez fújó. De ez a szobor itt nagyon para ez itt kint. És már most 69 szenitén vagyunk. Amúgy kaja, kapcsoljunk már fényt. Faszom ki van, hogy ilyen sötét van. 4. Ó! Oh! Egy él? Jó étvágyat. Na jó van, akkor igen. Where are you? Are you here? Létszi ne. Give us a sign. Where are you? Nem tudom. Where are you? Are you here? When did you die? Give us a sign. Basszak! Megnyitotta a csapot. Where are you? Bazeg, nem ad választ. Akkor nem Poltergeist. ESG-t se láttam. Azt én is láttam.
Várja, szerintem menj messzebb. Nem tudom, már állják ki oda a folyosóra. Can you speak? Azt! De miért? Megint kinyitja a csapot, aztán én mit csináljak én ezzel? Jön! Jön! Ó, oh, Vortiguan, de most legalább rendesen sétál. Remélem kilógó hulla lesz. Szia! De egész lassú amúgy. Tehát nem ér utol minket. Hogyha olyan van. Jaj, beakadtam. Ne! Mondjuk nálam van a kereszt. Egyenesen. Ó, de jó, itt vagyunk fenn az emeleten. És azt hiszem, itt le is tudunk menni. Ezt te voltál? Igen, én voltam. Jó, tehát akkor se Spirit Box. Se, egyébként se, tehát, hogy... Na várjál, tehát akkor... Ez a semmi. Tehát, hogy... Tehát egy fingerprinten kívül semmi. Tehát, hogy se Spirit Box. Se ektoplazma, se ESG, se fagypont alatti hő, te egy Onryo, ez egy Onryo. De nem, elme föld sincsen, tehát akkor lehet, hogy a Revenant. Melyik az a Szalemói kiányugott basszus? Ez nyugodt volt? Ez nyugodt szellem volt? Agas, hideg környezetben sokkal gyorsabban mozog, hát nincs hideg. Tehát nincs hideg. Lehet Iblis. De nincs Iblis. Nincs olyan opció, hogy Iblis. De van. Hát jó, nincsen. Diogen. Sokkal agresszívabbak lesznek, amikor kiválasztott célpontra vadásznak, kevésbé agresszív, ha a zsákmánya nincs a közelben. Hát, ezt nem tudhatjuk. Van Poltergeist, ugye azt előbb megnéztük. Agas. Ja, az Agas az a pont a hideg, izé. Onryo, azt tudjuk. Wraith. Ja. Wraith, nagyobb valószínűséggel, hogy ébren vadászik. A Spirit Box-szal való beszélgetés, UV-fény és gyertyák használata felébreszti azt. A full úr nem fog működni, amíg vadászik. Hát a full úr az olyan, mint a smudge, szerintem amúgy. Alvás közben nem lesz aktív, a full úr használatával elalszik. Elme fölt, ektoplazma és új lenyomat. Hát de most egy konyhába keresi új izét, ektoplazmát. Mi lehet még? Tájé, de az az idős, meg az ilyesmi, szóval... Igen, fiatal korában sokkal agresszív és gyorsabb, sokkal lassabban mozog, kevésbé agresszív, ha idősebb. Meg van a Goryo, amelyik csak akkor mutat ESG-t, hogy... Ó, oh, de nem jó, bár lehet Goryo. És azért nem mutat ESG-t, mert ugye csak kamerán keresztül mutat ESG-t. Meg akkor van a ghoul, ami beszéd alapján lesz agresszív. Ha káromkodsz, akkor vérgesek lehetnek és vadászhatnak rád. Hát de nem káromkodtam. Ezek. Basszak! Csak úgy mondom. De imádom ezeket a hangokat. És ez elmef, az ki van halva most jelenleg? Mi? Ó. De mozog. Ez miért mozog? Na megállt. Itt a földön. Jó, próbáld meg te, hát ha rád hallgat. Kajak, még Oni is lehet. Köztudott, hogy nagyon gyors. Hát ez nem volt gyors. Ez nem gyors szellem, szóval Onit ki lehet zárni. Fagy alatti hő sincs. Onryo, Goryo, legrosszabb. Nem tudom. Tehát Revenant, Onryo, Goryo, ez a három tippem van. Mert Revenant az kiszámíthatatlan szellem. Lehet, hogy azért, mert van nálunk kereszt. És akkor lehet, hogy a Revenant opció... Lehet, hogy azt érti az alatt, hogyha nyugodtak maradunk, akkor nem támad. Tehát, hogy lehet, hogy azért nyugodt, mert van nálunk kereszt.
Olyan, mint hogy elköltözött volna ez a szellem. Lehet, hogy benne ragadt a sütőben, és csak onnan tud interakciót kiváltani. Vagy tájá, és erről elöregítettük azzal, hogy benn voltunk a szobájában. Mi van? Hol? Hol? Te miért? Nem láttam. Ja, az jó. De ez a szobor, ez még mindig beszarul. Teszi a faszom ez a szellem. És akkor oldja meg a rejtvényt a cellák közelében, és helyezze el a hiányzó darabot, érd el a szobát, ahol a szellem meghalt. Hát de honnan tudjam, hogy meghalt? Hallod, mondjuk ezen a ponton már nincsen mit vesztenünk, próbáljuk meg a voodoo babát. Menjünk oda a bejárathoz, tehát megvan a voodoo baba, aztán kezdjük el szurkálni, úgyis nulla szanitim vagyunk. Ó, értem. Tehát, hogy ez az edény azért billeget, mert az elme fel lehet basztatni. Ja, az elég. Tehát, hogy... De szar. Ó. El lehet mozgatni. Na, akkor legyen poltergeist. Akkor bazeg, elkezdem szurkálni, aztán valami csak lesz. Ezt a becsukja úgyis van nálunk kereszt. Legalább tudjuk, hogy honnan jön. Ó! Oh! Ó! Oh! Ja, mert egyből a szívbe ment. Onnan elkezd pislogni, onnan jön. Nem tudom. Valamit hallok. Rósztok, én most a videószerkesztés mögül jelentkeznék. Ugye volt ez ennél a pályánál ugye ez az exorcisztálás. Ez az exorcisztálást nem tudtuk sikeresen végbe vinni, mivel nem volt nálunk a megfelelő eszköz. Nem gondoltam azt, hogy belerakom a videóba, mert igazából semmi érdemleges nem történt. Annyi történt igazából, hogy bementünk, megkerestük ugye azt a hiányzó darabot, majd bementünk a pincébe, vagy hát ez az alaksoros részbe. Sajnos nem tudtuk kinyitni az ajtót, mert nem volt nálunk a megfelelő dolog, tehát hogy ugye erre a mapra kéne a zsebóra. Nem tudtuk belerakni a hiányzó darabot abba a kirakós szerűségbe. A festményt megtaláltuk, azt oda tettük az az ajtós részhez, amit a legelején mutattam. És ezt úgy voltunk vele már így, ez az Asylum pálya volt a leghosszabb az összes közül, szóval nem gondoltam azt, hogy ezzel is még itt húzom az időt, mert már így is eléggé hosszú lett ez a videó. Szóval itt már csak... Ja, ennyi. Viszont most maga az, hogy az exorcisztálós rész hogy működik, azt belevágom a videóba. Igen, béke. De itt valami felvillan. A szellem felállított egy mechanizmust, hogy senki ne közelítse meg a helységet, ahol a teste volt. És még ha meg is tette, észrevegye. Nem lehet könnyen belépni ebbe a szobába. Először is meg kell oldania a fogantyút. Ha nem taposod a megfelelő darabokat, a szellem felismeri a veszélyt és azonnal megöl. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint gondolná. A szoba bejárata a kantinnál szemben lévő helységből nyílik. A szerkezet folyamatosan változik, és a változások idővel haladnak előre. A műszer úgy működik, mint... Ne! Ehhez kéne az óra. Mert most írja, a műszer úgy működik, mintha az óra 1 és 3 között van A minta, az óra 3 és 5 között van B minta, az óra 5 és 8 között van C minta, az óra 8 és 10 között van D minta, az óra 10-12 között van E minta, az óra 12 és 1 között van, akkor F minta, B minta a minta tükörképe, az A minta tükörképe, a C minta a B minta 180 fokos elforgatása, a D minta a B minta a tükörképének 180 fokos elforgatása, az E minta a D minta 180 fokos elforgatása, az F minta ezen órák között a szellem csapdákat helyezhet az összes darab alá, amelyen taposni fog. Ha ez alatt bárhova tapos, a szellem észreveszi, hogy közeledsz és megöl. Segítségül hagytam a megjegyzés mellett egy képet az A mintáról.
a mesterség mindig működik, és nem lehet megállítani, bármi is legyen. Szóval nagyon óvatosnak kell lennetek. Meg tudtuk oldani ezt a rendszert, még egyikünk is merészelt átmenni, de nem tudott visszatérni, és mi sem mernénk soha. Hagytunk egy kis miniatűrt a szoba bejelentene, hogy segítsünk, remélem jön valaki, és eléri azt, amit mi nem tudunk. Óvatosnak kell lenni, de a legkisebb hiba halálodhoz vezet. Ki néz téged? De tök jó, hogy jökkö egy idő után bebuggol a poltergeist akkor. Ja, úgyis kocsihoz kell menni. Mindjárt kiderül, hogy valami olyan szellem volt, ilyen shade, vagy nem tudom. Gorió! Igen, mert ahhoz az kell, a Gorióhoz az... Igen, az meg kell használni. Igen. Igen. És 70 pénzt kaptunk csak. Na jó van, szerintem akkor egy elég. Na, akkor farmhouse. Ja. Szerintem is, szerintem csak izéljük meg a szellemet. Ja. Itt megint ilyen színesebb a játék. Meg nagyon lovpol is a textúra. Hát igen, mert nekem nagyon lovra van beállítva a játék, mert nincs FPS. Ó, és esik az eső. Ó! Ó, ott nézd meg, ott lobog is valami. Ú, de jó. De miért kinti függöny van? Jó, van, hát menjünk be. Jó, de ez tipikus megint Abandoned House amúgy. Hát... Ciklon 7 Street. Meg se néztük, mi a mellékküldetés. Hát de... Szerintem ki nem mondjad, mert valami lesz. Ó, oké. Hopp, 2! Mit? Nem lent volt? Szerintem lent volt. Aha. Ó. Kéznyom. Nem tudom. De itt van. Mi volt ez a piros? Ez miért piros? Van ektoplazma. Szóval itt van, igen. Asztorod! Ez a rénszarvas. Ahogy ez a ház se rossz amúgy, de miért olyan messze parkoltunk? Miért nem tudunk a bejárathoz parkolni? Mindenkinek válaszol? Igen. Keresse meg az ülő emberi sziluettet, javítsd ki a feszületet és fújja el a gyertyát. Hát az nem fog összejönni. Bruh. Are you here? Here? Where are you? Are you here? Can you speak? Where are you? Are you here? Can you speak? When did you die? Ez nem válaszol. Ó, szia! Ó! Na van eddig Diogen, Agas, Shade, Brave, Mining. 4. A. Fagyás! Agas, Smiling, Raiju, Démon. Az a lényeg, a démon, hogy úgy tönt, hogy meg akar ölni valakit, akkor... Ha nem dühíted fel, akkor nem vadászik. Hát jó van. Smiling? Ha nincs körülötte tűz, akkor agresszív lesz. Ha tűz körülötte, akkor vadászat előtt eloltja. Ó, de jó. Volt a Raiju. Magányos célpontunkra a jó prédák szám, a csoportos való közlekedés passzívvá teszi a Raiju-t. Hát nem volt valami passzív, szóval nem valószínű. Az utolsónk pedig az Agás. Hideg környezetben gyorsabban mozog. Ó! Oh, akkor hántoltatni kéne. Hogy rám nézti? Valamit nyitogat. Nézd meg az új lenyomatot. Amúgy ez egy horror játékból volt ez a bohóc. Ez csak a kezdet.
Akkor van kedved meghántoltatni? Hát igen. De legalább akkor tudnánk, hogy aggass se, mert hideg környezetben gyorsabban mozog. Ó, de jó, hogy akkor nem hántoltattuk meg. Várjál, már hagyd lejöjjön be. Van nálam kereszt. Na jó, akkor ennyi. Mert a küldetés úgyse tudjuk megcsinálni, mert... Hát el kell fújni a gyertyát, nincs gyertya. Meg öngyújtósa, hogyha lenne a házba gyertya, akkor gyújtaná meg. Aha, 50% szerintünk van. Meg ugye sziluett lenne, meg a feszületet kéne kijavítani. Na jó van. Az megint egy nagy pálya lesz, úgy érzem. Neki megy a labdának. Mekkora erő van a babacskába. Új, bárkin van a rendőrség. Biztos dohányterméket találtak a gyerekeknél. Csak akkor válsz, ha egyedül vagy, keresd meg az összes szobrot, és tedd a helyükre, György vértasakokat, és a szellem fújja egy gyertyát. Tehát ez megint nem releváns, mert nincs rálunk gyertya. És akkor balra vagy jobbra? Rendőrség. De ez mondjuk menő. Itt vannak a szobrok. Itt van a koponya. Hol? Aha. Hát úgymond ez a külső rész. De fújja el a gyertyát, tehát akkor itt a gyertya fújja el. Hát igen. Az igen, de miért vannak itt koponyák? Itt innen jöjjünk be. Te lehet. Ez mi volt? Én is. Kapcsolgatja a villanyt. Ez mi is? Ez mi iskola itt amúgy? Hát azért vezeg itt, azért itt mi izé? Itt valamikor van olyan, hogy leomlik a mennyezet. Úgyhogy úgy vigyázz el. Kettő. Itt van kint a folyosón szerintem. Három. Vagy akkor fent van? Ez mi? Hol vagy? Ja? Ja, itt van, jó, oké. Ó, véletlen keresztet hoztam be az izé miatt. Nem, szerintem fent van. Aha, fentről jön a jel. Valahol becsukta. Ja. Aha, itt van, itt dobál. Véletlenül behoztam a keresztet. Ektoplazma helyett. Na, van ide, ledobom a keresztet, úgyse lesz máshol. Vagy inkább kiviszem magam. Jó, van, akkor menjünk. Ez mit szokott leomlani a mennyezet? Igen. Igen. Ja. Hát igen. Jó, hogy nem mezitláb jövök be. Hát figyelek a izére, a lábujjaimra. Belerugok a lépcsőbe, mi lesz itt? Ebben a játékban mindig vannak hülye hangok. Fagyás! Van ektoplazma. Na akkor, akkor jók vagyunk. Hát remélem nem. Várj, mindenkinek válaszol? Akkor menj ki, légy szíves. Are you here? Can you speak? Felkapcsolta a villanyt, felkapcsolta a villanyt! Nem, felkapcsolta. Mert én lekapcsoltam előre, direkt. Nézd meg, hogy van-e új lenyomat. Aha, van! Ez egy agas. Ez egy agancs. Na, akkor ez meg is volt. Szia!
Ja, itt a zsebóra. Na, erről állapítsd meg, hogy hány óra van rajta. Mi? Ja, nekem csak nem töltött be a textúra. Ilyen gyorsan megy az idő? Na jó, van, hagyjatok békén ezzel a hülyeséggel. Hú, de sötét van. Tökömig se látok el. Az agas az olyan, hogyha hideg van, akkor a hidegben gyorsabban mozog. Mi ez a hang? De valami nagyon kapcsolgat. Ó, nem! Az biztos, hogy nem. A biztos, hogy nem. A biztos, hogy nem. Elfelejteti a játék. Elfelejteti a játék. Úgy, ahogy van. Jaj, ne. Aha. Nagyon. Ó, köszi. Azt hiszem. Azt hiszem ennek a végén volt. Ja, hogy csak ez leng. Megvan. Aha. Itt volt bent ebbe a faforgácsos szobába. Blow the candle, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Ó, mindegy, az is sok pont. Na, ez az utolsó bab. 2250. Melyiken kapunk többet? Azt a hospitalon volt 2500. Nem tudom. Ja. Na jó van. Akkor ennyi, mert kivittük minden mappot. Köszönöm szépen a Gameskót. Nem volt rossz. Nagyon. Én amúgy nagyon élveztem, meg köszöntöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb. Nem tudom mikor. Nem tudom mi lesz. A seggén csúszik a macska, mi az? A seggén csúszott a macska. Na jó van, szerintem ezt itt kell abba hagyni. Sziasztok! Ember. Seggén csúszik a macska, mi az?